bajnoki rajtot vett a Kecskemét. Előzetesen nem nagyon lehetett tudni, hogy ez a Nyíregyháza mennyire fog gondot jelenteni, de azokban titkon reménykedtünk, hogy győzelemmel tudjuk kezdeni a szezonrajtot. So, come on, please, share your thought about the game. It was a little bit easier than we thought before. First, I want to congratulations to my team and the coach staff. I think that we bring everything for practice that we got to do. I think that you see a good energy, good opening of the game. The whole game was going the right way. I hope that we have the same energy against Szeged, and I hope that we can win another game for us. Thank you very much. One question, Eddie. Thank you. Jó energiákkal kezdtünk, megfelelően védjük az eltervezettekhez, jó felkészültünk a Nyíregyházából, és mondhatni egy másodpercig sem fordult veszélyben az, hogy most mi nyerjünk. Természetesen jár mindenkinek a gratuláció a szakmai stábnak, csapatnak, és hát készülünk, mert jövő héten tévés mérkőzésen Szegeden van jelenésünk, és hát ugyanúgy, mint most szeretnénk nyerni, bővíteni a pontjaink számát. Forrai Gábort szeretném megkérni, hogy értékelje a sikeres szezonrajtot. Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a csapatoknak, azt gondolom, hogy az úgy győzelmet aratunk, bár kívül az eredmény olyan könnyűnek tűnik, de azt gondolom, hogy azért nagyon sok melót bele kell tenni, mert abban a pillanatban, hogy nem figyeltünk, vagy egy kicsit kiengedtünk a védekezésbe, a támadásban nem úgy működtünk, ahogy mondjuk kell. Abban a pillanatban a Nyíregyháza bejött, tehát mutatja a Nyíregyháza erejét, hogy nem lehet védába menni. Azt gondolom, hogy minden úgy történt, hogy elterveztük. Én megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ekkor lesz a különbség, de természetesen örülök. Nem kell túl misztifikálni első mérkőzés. Nagyon fontos az megítélésem szerint, hogy egy csapat hogy kezdi meg a bajnoki rajtot, hazai pályán különösképpen. Azt gondolom, még egy kis nyomás is esetleg lehet a hazai csapaton, hogy ugye hazai pályán azért elvárják, tavaly magasra tettük gondolni a lécet, de idén megugrottuk, rengeteg munka vár még ránk, tehát azért ez nyilvánvalóan látszik. És a Nyíregyházának további sok sikert kívánok, illetve mi innentől kezdve hónap előtt edzünk, és akkor utána már a szegedi mérkőzésre készülünk. Köszönöm szépen. Már a kérdés Gáborhoz, hogy nincs napja.